Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél FIFA 21 zsetont venni, akkor választ a fifacoin.com-ot és használd az FLEHEL kuponkódot 5% kedvezményért. Minden link és fontos információ a leírásban. Sziasztok srácok, a mai videóban az előző évekhez hasonlóan azokat a dolgokat fogjátok majd látni, amik számomra a legidegesítőbbek az adott FIFA-ban. Jöjjön tehát 21 dolog, ami idegesít a FIFA 21-ben. Ha vártad ezt a videót, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok is fel. Na de akkor kezdjük is el! Kezdjük a listát az előző videóhoz hasonlóan a Division Rivals-szel, ami idén 30 játékra lett szabályozva. Viszont ebbe beleszámolja a Weekend League meccseket is. Tehát ha lejátszod a Weekend League meccseidet, akkor nem 100% hogy a rank 1-ben fogsz végezni, és hát az elején egyébként szerintem mindenki másképp gondolta, viszont így a csütörtöki Rivals rewardok után, amíg elkezdenéd a Weekend League-et természetesen, le kell nyomnod pár meccset, hogy biztosan a rank 1-ben tudjál végezni. Viszont akinek nincs ideje, hát sajnos hátrányban lesz a többi emberrel szemben. A Volta mód lesz a következő dolog, hogy miért is? Tele van rakva egy csomó mindennel, sztárok vannak benne, más helyszínek, de szerintem mind hiába. Van, aki játszik még ezzel a játékmóddal? Én egyébként utoljára szerintem a FIFA 20 megjelenésekor játszottam ezzel, azután szerintem be sem léptem egyáltalán. A szerverek. Akkor nézzük ezt a Foot Freeze-es cuccot. Remélhetőleg valami jó kis dolgot fogunk kapni benne. Ja, Ferland Mendy megint a legjobb a hátvéd. Ez a hátvéd sor. A Mez SBC-k. Nem csak a Mez SBC-k, hanem az Untradeable csomag SBC-k. Komolyan, ki gondolja ezt jónak? Erre csupán csak egy válasz van. Minél jobban ki akarja üríteni az EA a klubunkat, hogy ezután FIFA pontot vásároljunk, és vegyünk új csomagokat új játékosokért. A Full Draft a FIFA 16 óta ugyanaz, és egyébként a tavalyi videóban is benne volt, de a Full Draft rewardokon szerintem lenne amit csiszolni, hiszen most már például bele lehetne dobni mondjuk player pickeket, vagy esetleg olyan csomagokat, amik újonnan jelentek meg. Viszont itt remélhetőleg az EA nem fog arra gondolni, hogy untradeable csomagokat kérjünk oda is. A Liga SBC-k sem az igaziak már. A tavaly az volt a gondunk, hogy gyenge játékosokat kaptunk, idén pedig már untradeable csomagokat fogunk kapni, és ez jövőre talán teljesen megszűnik, mert szerintem most is fölösleges, hiszen belerakunk egy rakás játékost, untradeable csomagokat kapunk, és ezek után nem játékost kapunk, nem, hanem kapunk egy untradeable csomagot, vagy mondjuk kettőt, de teljesen mindegy. Wilfried Zaha. It's with Hakim Ziyech. A blokkolt lövések. Mbappé minden barátságos meccsen. Igen, az EA a friendlist nem számolja bele a győzelmekbe vagy a vereségekbe, sőt a szerződések sem fogynak így, tehát minden lón játékos addig használható, amíg bele nem vonunk ebbe a játékmódba. Laggolás SBC közben. A legfontosabb dolog szerintem az, hogy tudjuk rendszerezni a klubunkat, hogy elérjünk minden egyes dolgot, legalábbis nekünk ez lenne a fontos, egy külön menüpontból, de nem, inkább kapunk egy teljes menüpontot a hírekről. Ha bármire is kíváncsiak voltunk, akkor megnéztük Twitteren, vagy mondjuk Instagramon. A Copa Libertadores és a Copa Sudamericana kártyák szerintem teljesen feleslegesek, vagyis az EA-nek nem, mert nekik jól jön egy újabb fizetett szerződés. Viszont a legidegesítőbb az, amikor egy ilyen kártyát kapunk egy 50.000-es csomagból, egy 100.000-esből, vagy éppen 125.000-es csomagból.
bajnokok ligás base vagy éppen rare kártyáknak szerintem semmi értelme, hiszen amikor legelőször bekerültek a játékba, akkor plusz egy ratinget kaptak. Viszont idén ugyanaz, mint a tavaly, szóval ugyanazt a ratinget kapta, és ugyanaz a kártya, mint az alap, csak más a színe. Ez lett volna az én listám, srácok. Kommentben írjátok meg, hogy titeket mi akaszt ki a legjobban. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok is fel. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!